hogy vitte szívemet szinte beléd, Bonyhádi gimnazistaig. Illyés Gyula Bonyhádi ég című versével vette kezdetét a bátaapáti születésű helytörténész Kolta László születésének 100. évfordulóján a megemlékezés. A Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke Kacián János személyes emlékeit idézte fel a tanári pályát választott Kolta Lászlóval kapcsolatban. A megemlékezés fényét a zeneiskola egyik pedagógusának és diákjának zenei betétje emelte. Kolta László lánya, Dóra idézte fel édesapja leírásai nyomán azt az időszakot, ami mély nyomokat hagyott a helytörténészben a katonai szolgálatának idején. Igazán eredeti az pedig az volt, amit ő maga írt, és mindvégig meg tudott őrizni a fogság alatt. Utólag azt mondom, hogy csodával határos módon, mert amikor hónapokig Isten szabadlage alatt álltak az egyszár ruhájukban. Szőcs Zoltán, a Bonyhádi Honismereti Kör elnöke kérte meg Laci bácsi lányát, hogy ezt az időszakot ossza meg a megemlékezésre érkezőkkel. Mert hogy erről még nem nagyon jelent meg semmi, nem nagyon hangzott el Bonyhádi környezetben ez a téma, és azt gondolom, hogy én biztos tudok erről. Na most akkor előkerítettem édesapám hadifogoly naplóját, meg azt a dolgozatot, amiben ő ezt a Néprajzi Múzeum pályázatára leírta, és ennek alapján tudtam felkészülni. Igazából nem hallottam többször a történetet. Az a helyzet, amit elmintettem az előadásom, a édesapánk erről nem nagyon beszélt, egy-egy tőmondatban, ha kérdeztünk egy-egy szóban, például az első gimis könyvben benne volt a poátyi székesegyháznak a fotója, mint a román építészeti stílus egyik remek műve, kérdeztem, apu, te ezt láttad? Nem, a tábor messze volt a várostól. Tehát abszolút nem is dramatizálta, inkább ételek kapcsán ő minden ételt elfogyasztott, nyilván nem szeretett minden, de azt mondta, hogy ételt nem dobunk ki, megette azt is, ami nem a kedvence volt. Tehát minket nem úgy nevelt, hogy kihaigálunk valamit. Tehát ez inkább a nevelésben, meg a szenvedés tűrésében jelentkezett egy ilyen élménynek a hatása. Részben ezt is most értettem meg itt a hadifogoly élménye kapcsán, azt mondta, egy idő után leírja a naplójában, hogy már csak saját magára gondol az ember, csak arra, hogy saját magának jólétet és nyugalmat biztosítson. És a felvidéki dokumentumfilmben is mondja egy bácsi, hogy semmi más nem fontos, mint hogy szeretetben éljünk, békében, nyugalomban. Ő itt ezt megtalálta, ezt a város szerette, ehhez ragaszkodott. Egyszerűen a hűség, tehát ő a Hűséggel a Hazához mozgalomnak is tagja volt, hűnek lenni valamihez, ami jó, amit szeretek, innen miért mennék el? Lehet, hogy van jobb, mindenféle állásajánlatokat kapott, említett egyetemtől kezdve más gimnáziumok igazgatói állásáig. Nem, ő maradt. Semmilyen nyomást nem helyezett ránk, tehát tényleg ő sem pályaválasztásban, sem párválasztásban, sem semmiben ilyen nyomást nem. Mindenki járhatta a saját útját, amit kitalált. Varga betűkkel akár, de ebben nem szólt bele soha. Az előadás során elhangzott információkat Kolta László sosem osztotta meg a családjával, de azt a törést, amit a hadifogság okozott számára, a hozzátartozók tapasztalták a mindennapok folyamán. Ezt maximum felnőttként tudtam feldolgozni, meg hát azért fizikai nyomai ennek voltak, tehát közel 89 éves koráig élt, tehát ilyen értelemben, de hát azért visszerek, meg nem tudom ilyesmi. Én utólag úgy fogalmaztam magammal, hogy az igaz, hogy ami nem öl meg, az megerősít, tehát ezek után itt valaki megmaradt 40 kilósan, innentől kezdve a többi az már nem volt kihívás. A Vörösmarty Műveletési Központban megtartott megemlékezés a Nyugati Hadifogságban címet kapta. Azért erre a témára esett a szervezők választása, mert erről az időszakról nem jelent meg nyomtatásban a helytörténésztől ez idáig semmi. Talán az elejével kezdem, amit annak idején összeszedegettem, hogy megnéztem a digitális archívumban a Kolta Lászlóról szóló a 80. születésnapjára készült kis füzetkét, és ott szerepelt így, hogy Kolta László, Bonyhád és Bonyhád, ugye? Tehát azt hiszem, hogy a Dóri is nagyon szépen elmondta, hogy számára mit jelentett Bonyhád, mit jelentett Bonyhádinak lenni. Az emlékestnek a szerkezetét ő maga határozta meg, hiszen halál előtt 2 évvel röviden összefoglalta saját életművét, és ennek a megjelentetését terveztük egy kis füzetben, amit most úgy tűnik, hogy a Bonyhádi Önkormányzat megkontráz, mert egy 200 oldalas kötet lesz belőle.
azok a kéziratok lesznek benne, amelyek még nem láttak nyomdafestéket, illetve amelyekből csak esetleg apró részletek jelentek meg nyomtatásban. Tehát egy ilyen poszthumusz kötet születik az ő műveiből. A 100 éve született helytörténész Kolta László a nagyközönség részéről még nem látott kéziratai a megemlékezés jegyében az idén nyomtatásba kerülnek.